az azt jó ember, amiről szó lesz, az pedig tudom, hogy nem kérdeztétek, de én meg szeretnék egy videót csinálni. Jó, valaki kérdezte, de az kevés ember volt szerintem. Szeretnék beszélni arról, hogy milyen kiegészítőket, tehát kiegészítők használok a magánéletemben, szóval milyen olyan tápkészítők használok, amiket segítek az edzésemben minden nap. Szóval kezdjük az elején. Mondjuk kezdjük a vitaminnak. On day, ezt használom már egy-két éve, pontosan tudom mennyi, ne haragudjatok. Skytech On Day, azt mondom, hogy ez a termék, ez odaver, ez nagyon jó, meg vagyok elégedve, kipotolja az ásványokat, nem vagyok beteg, egyáltalán vagyok beteg. Amióta ezeket szerem, nem vagyok beteg. Konkrétan mindenki köhög, tüsszög, én meg tök jó vagyok, tök el vagyok magamnak. Szóval vitamint használtam, mert fontos a vitamin. Táplálkozásszerzetet, plusz még megvéd a betegségektől is. Főleg ezeket a náthatók, stb. Ezeket a gyorskafolyású taknyos szaroktól. Szóval igen. Következő termék helyen mondjuk a kollagén. Miért használ a kollagént? Hát azt tudom, hogy kell rólam, hogy nekem nagyon rossz a térdem. És most volt egy ilyen nem futópás, hanem ilyen futás által okozott sérülés. Szóval futottam is valami ilyen gödörbe megbotlott, vagy megcsikott a térdem, és azóta nagyon fáj a térdem, hogyha a googlásnál nem, de viszont hogyha súlyokkal gulok, vagy kitörés csinálok, attól nagyon fáj a térdem, és emiatt használom a kollagént. Ugye ez azért van, mert mit csinálunk bennem, ugye az izületi kopás, és ez nem csak fiatal, nem csak időskorban alakulhat ki, hanem fiatalkorban is kialakulhat. Ugye ez azért van, mert az izületi köszönhetően zselatin. Egy ilyen zselatin réteg megvéd az izületeket, hogy ne dörzsödjek össze. És ugye ez idővel elkezd kopni is. Ez a sportok az jellemző, hogy sportoknál ez előfordul, ugye, hogy ez a zselatin sportáltal ugye kicsit kopik tovább kopik, és emiatt van az, hogy elkezd fájni a térded, vagy elkezd fájni a csukló, stb. Valahol megkopik a váll, vagy bárhol, és akkor elkezd fájni az a bizonyos régió. Lehet, hogy rossz edzést is lehet, de lehet, hogy kívánja szerint a kollagént bevinni, hogy védje az üzleteidet. Azt mondom, ajánlom, nagyon jó termék, picit drága mondjuk, de jó. Ezt megkaphatjátok bármilyen gyógyszertárba, valószínűleg olcsóbb is, de végül is ez is lehet. Következő termékünk BCA Express, ez edzés után szoktam fogyasztani. Edzéskor nem fogyasztok, mert nincs időm, hogy most inkább lenne időm megkeverni, de inkább edzés után szoktam. Szóval ja, edzés után ezt használom, nagyon jó, föltöltje az izmokat, beviszi a megfelelő mennyiségű aminosavakat az izmaimba, és akkor ezt föltölti általában. Na, következő termékünk fehérje. Ezt pedig azért használom, mert egyszerűen kell a fehérbe vinni, nem tudok annyi fehérbe vinni, bocsánat, nem tudok annyi fehérbe vinni mondjuk. Akkor egy kis kiegészítéssel kiegészítjük. Joghurtos cseresznyés fehérje. Bejöttek Pure White Protein, nagyon jó, faszon nagyon szeretem én.
Szóval igen, ezt ajánlom, nagyon finom, és jó oldódik is, de majd ebben természetesen nem ebben lesz bemutató. Na, akkor ugye elmondtam mindent, hogy miket fogyasztok, nézzük, hogy mik azok, miből mennyit, és milyen gyakran. Szóval, BCA. BCA-ból edzés után egy kanál, ugye, csak abban egy séket, és megiszom, plusz viszek munkaim is van nálam, pótlom a éjszaka folyamán a fedó elhasznált fehérjét, amit ugye szerintem már felhasznált, és viszek be újat, hogy én még szeretem be fehérje, vagyis aminósavak, inkább pontosítsunk így. Aztán meg a day on, kettőt szedek, ezt mondtam ugye, kettőt szedek minden nap. White protein, abból, hogy is van, abból is csak kettőt, nem, bocsánat, azt mondtam, egy. Ugye edzés előtt szoktam inni, mindig ezt szoktam inni, edzés előtt csak fehérjét iszom, mert akkor a gyomrom nincs annyira telés, tudok nyomosan edzeni. Plusz még drogt szoktam rakni még az abomba, amikor zabot ezt szoktam rakni a zabba is. Egy kicsit meglököm a zabnak a fejtartalmát, és így még több fejért tudok bevinni a szeretembe. Na, kollagén. A kollagénből csak egy, épp ott csak félkanyányi kell belőle, és ugye a fejére szoktam berakni, amikor edzés előtt szoktam ezt fogyasztani, mint a fehérjét. És akkor igazából ennyi volna, ezeket fogyasztom jelenleg. Nem szedjük, hanem fogyasztjuk, szedni a gyógyszert kell. Ennyi szerettem volna. Az haszon emberek, vézzetek magatokra. Köszönöm szépen, aki megnézte. És majd még találkozunk a következő videóban. Szasziam emberek!